Én meg is kérlek akkor, hogy van. I read first. Well, good evening. We are all here speaking this international second language, which is I call not my English, not English, but Younglish. So forgive me, my Younglish, that's not my language, but anyway, it's just you've been using. Well, the home is a very ancient subject for poets, for writers, but for the Chinese context, it's also new. So it's ancient, new, old time together. So my first poem is dedicated to, maybe you know this Chinese artist, his name Ai Weiwei. He had been arrested in China, and because of his actions on, mainly political reason, after big earthquake, and he actually went to Sichuan where the earthquake happened, and to check out why there was so many school buildings collapsed, and more than 5,000 kids killed. But then he had been arrested, under the name of put the porno photos on the internet or something like that. So partly because of that, partly because when he was in prison among those Chinese intellectuals, there was a stony silence. So I was really quite sad and angry, and therefore I wrote this poem. It's linked with installation Ai Weiwei made. It's 100 million sunflower seeds, actually porcelain made. So I thought he also is one of the porcelain seeds. So that's poems in English called Sunflower Seeds, Slangs of Negation. So all lines of word in negation form. One name in the poem, Du Fu, who was the great Tang Dynasty poet, and he wrote some profound exiled poems in the extremely powerful and beautiful form. So that was the name mentioned here. 一粒葵花籽的否定句，致艾未未。不能想象，这瓷质的江水中，曾泊着杜甫的扁舟。我不认识月光，只看见诗句的皎洁在一行行衰减至无人，至象征，谈论一切，又回避一切。 我不是象征，死在一粒葵花籽硬壳下的太阳，也不是孩子们雪白坍塌的肉，并没有消失。一条破晓的地平线不可能忘了那阵疼，骨头被剥离切开时像剥离，来不及叫喊，才不得不在每天的曙光中叫喊。一场地震。 不会停止，一种窒息不在死后，种植到天边的栅栏，靠着更难堪的沉默。因此，我不怕年轻女警察审视我的裸体，她被烧制成型和你的并无区别。不知道别的碎，除了亿万次加深自己的碎，不落进泥土，只落进。 流不动的江水中，不在乎石头含着的金黄，得继续含着，像滴杜甫的老泪，不让这首诗沉沦为冷漠死寂的美。The second poem is actually the
together with the four pieces. The title is Dark Nieces. I wrote that poem when I was in New York, 1992. That was more than 3 years after Tiananmen Massacre. The way the road go back to China, let's say my ex-home, seems becoming impossible. But the journey in the West, which is a strange line and language, for me seems is becoming endless. So with my very poor English, I feel so strange why the English word of darkness, it's only single but without the plural form. And there are so many darknesses. So actually with my very poor English, I wrote this poem and deliberately titled The Dark Nieces in Chinese. And then both my translator made that into English. So with my poor English, I invented one word for English, which is Dark Nieces. And that was actually the full part. We'll read it. May I have some water, please? Thank you. Watering the darkness. Number one, part one. 黑暗一，绿叶总是被遗忘在窗口太绿了的时候，像春天用力掷出的每一粒石子都击中春天自己。鸟儿仍穿着蓝色的旱冰鞋，老狗的眼睛却厌倦了。河岸的拍打声用不着翻译，死亡的美学唆使花朵们蜂拥而出，唯一忍住狂暴内心的只有田野。逃得更远时，四月嗅出了血液，阳光中树林守在我们身后，那不能带走的知识又把死者带走，朗诵一首诗被加深的寂静。另一个世界还是这个世界，黑暗说。 Part 2。 没有故事的人用逃出日子的姿势逃进一个日子，没有过去的人过去了，海鸥被暮色制成一本抽象的书，锁在隔离病房里，谁不是疯子？妄想比肉体更像片段，玻璃的片段，骨骼碎裂声响在外围，舌根腐烂的片段，黄昏为流失而流失。老鼠们叫着，光踩疼自己时的尖叫，每天被每天吓醒了。同一个黑夜，没有人的故事，再讲一次仍不会发生，黑暗说。 Part 3。 每一场雨都使你坐在自己的终点上，雨声敲打屋顶，小动物们脚步把你静止的移入黑暗。在静止的天气里，你需要别人睡去，睡眠就是离开雨季的整个世界，离开黑暗才穿过你，像一匹烈马穿过火焰，在你里面听四周银白的针脚缝补一件肉质的破旧风衣。每一场雨只落进这片空地，你从终点读起时，一页黑色的说明不疲倦地把下个白昼更换一个人，篡改一个住址，墓地的街更泥泞，提
交替一只手，乞丐们彼此仇恨的拥挤，组成无处躲雨的城市，大群湿漉漉的乌鸦在你里面冲撞繁殖，长着共同面孔的不同罪恶。黑暗说，二夫，但黑暗什么也没说，黑暗与黑暗之间仅仅是这个春天风筝的骨头挂在树梢上，树皮发亮，接吻的情人走过树下，花粉在肺里敲着去年的锣，一个鲜红的小丑总能让孩子狂奔，嚼着小手的牙越来越绿，旧报纸的草坪交给火焰的剪子，四月就以河流为幻影，河流那忘却的颜色以我们为幻影，歌哨烧焦后，所有星星被孩子玩够了，塞进一座漆黑的闸门，黑暗中总有一具躯体飘回不做梦的地点，连我们怕也只怕自己的恐惧，黑暗什么也不说，街头每一个行人就开始喃喃自语，黑暗在聆听嘴唇上涂抹的猩红色黑暗，一座春天的学校永远让我们无知，一个记忆，谁活在其中谁就是鬼魂，而疾病使表情变薄，镜子戴在脸上时，大海消化一尾死鱼，被呕吐着仍喋喋不休，黑暗太多了，以致生命从未抵达它一次，春天走出我们，春天才终于沉默。Well, I said the home subject is a kind of ancient subject. The next poem, again, it's based on something, let's say, almost archaeology, with the archaeology depth. The title in English translation is Questions About the Daemon Tao Te. If someone interested about the Stone Age in Chinese history, that means before 3,000 years from now, and then Tao Tie is the most common decorations made on the bronze pieces, and it looks like monster, very terrified, very cruel, and. But what's the meaning of that kind of a face or a ghost or whatever? Nobody really knows. My friend, who is the archaeologist on the capital of Shang Dynasty, which is end up about 1900 BC, and actually he wrote an essay and talk about. What's the symbolic meaning of this Tao Tie, this monster? Finally, he ends up his essay and says, we may never understand that. So actually, this is a long march, but the better we don't actually start it. Then I answered to him, I said, well, wait a second. Maybe I will try to answer that question, but with questions. So in those all those poems, in the poem you will see all form of the sentence in the questionings. And one thing also interesting with the poem, in the side of the capital of the Shang Dynasty, there was a bronze piece. Within this bronze, let's say a pot, there was a skull, a real human skull. Which may be the sacrifice, but actually it was something happened in very ancient time. So I imagine that skull belongs to a girl who was sacrificed that time, but maybe old time to now.
So this is the context of the poem. Okay. 饕餮之问，北极星嵌在额头正中，幽蓝晶亮，瞳如冰，毁了一切，被烹煮的少女孤零零怀抱着一切，逃出安阳，逃进阴之夜，没别的目光，除了这目光，奢华摩西一把大月，粉嫩的残枝吻落在哪儿？千百年，抬头，我们就在陷落，水切齿总在下面，少女坍塌为哗哗声，绝或者嚼，千百个字再分裂，还是唯一那个。一笔写尽流淌的烹煮一万次肉，仍沁着忧伤。醒来，绝恰是嚼。这张脸比不再更无情的存在。这种无力，盯着谁就把谁凿穿成隘口。魔啊，什么美不是血淋淋的？浅浅的青铜上浮雕着我们浅浅的漂浮，铜之轴冷冷一问，又把天空变小，命名之黑里多少不升不降的太阳。少女婀娜自阴之夜荡回，一缕香碾熄了灯火吗？人面兽面都温驯地依偎进了青烟吗？什么也不说的语言已完成了祭祀吗？Yes, one more time. Do we need to read that or should we? Yeah, the time is okay? Okay.We need to follow the... Sorry. The next poem actually is quite a... It's based on something quite simple. When I was in London, one day we bought this bunch of purple tulip flower and then put in the dining room where it has the blue wallpaper. And when this flower getting, let's say, a little bit rotten,And then the colors of the petals and the leaves turn to actually even more beautiful. Deeper colors come off, and it's slowly turning like dancing. So that made me write this poem. It's based on almost a very, very daily experience. But again, I mean, come back to the topic.And that really happened in my home. Well, learn a little bit. This, the poem which it, you could call a neoclassical poem, which is originally three stanzas all rhymed in different rhythm. And so I hope you can recognize that. So that's, okay, here is the poem.A little bit decadent poem. 紫玉金宫慢版的一页，后宫里的一页总有月光、玉阶和珠帘，却都是想象的。一束花衬着壁纸的蓝，想象妃子的紫衣下一堆雪在坍塌，急急等待被占用的雪用结晶慢慢转身，每分钟向内卷曲着慢慢舞蹈，一束郁金香璀璨的衰败脱下一场自恋，一种紫色的耳语必须喘息着说，只对那人说，当他重重碾压着花瓣，一滴紫色的奶像妃子急急等待被吸尽的，想着
全世界就拥进一根滚烫的脉管。后宫里的火，总有舌头百般的顽皮，被修剪的尖舔到皮肤的空，午夜之绿，绿如片片堆叠在妃子脚踝处的叶子，那人的宠爱，一场来自所有方向的沐浴，浇淋他的花，乳头的紫玉小碗斟满了，报复一个时间，大海沉积在色素里，一束郁金香，一夜从女高音滑入女中音，今夜霸道之美对称着流逝的诗意，妃子只为那人保存的幽香，只交给他把玩，紫色的慢慢粉碎，丝光停不住时，后宫里的火总有闪烁成一个蕊的灵光，一根针指挥着四季肉体四季被演奏的欲望，一种镂空的剪裁，镂空至妃子的生死，壁纸蓝蓝，如一次缝合所有伤痛的狂想，只一次花影中日子咬下的牙印就无限发暗，这夜色无限鲜嫩，刺绣到身上。原初那次，紫像滴慢慢晕开的奶，慢慢被宇宙吸收，纵容那人的黄，那么黄，凝视中，赐给妃子一个黑禁的语法。当花瓶像个词，圆圆贴着手掌。Thank you very much.Javítsanak ki a nemígon, de elég izgalmasan bizsergető érzés Budapesten a Dunán levő hajón kínai verseket hallgatni eredetiben. Annyit még mielőtt a mikrofon továbbadnám Balt és Attilának, hogy a tegnapi nap és részben a mai nap is ugye arról beszéltünk nagyon sokat, hogy a haza fogalma relativizálódott, képlékeny lett, nehezen meghatározható. Hát itt azt hiszem a tegnap a Sejla Sajbovics, a Sejem Zsuzsa és a Liannak, majd pedig a Attilának a jelenléte azért arról szól itt, hogy a szövegei behozzák újra azt a tartalmat a kontextusba, amikor bizony-bizony a menekülés, a szabadsághiánynak a léthelyzete előhívja ennek a haza otthon fogalomnak a már meghaladottnak vagy elfeledettnek vélt, de átértelmezett erősebb tartalmait, jelentéseit. Mivel erről beszélnénk, akkor megkérem Attilát is, hogy olvassa fel az őszer. Jó estét kívánok! Hát itt most eléggé sok bizsergető érzés van. Megpróbálok folyamatosan érthetően olvasni. Nem vagyok benne biztos, hogy sikerül. Kányádi Sándort körülbelül 40 évvel ezelőtt hallottam először felolvasni, akkor én még ekkora voltam, vagy talán ekkora sem. És soha az életben nem gondoltam volna, hogy egyszer egy olyan szépen ülök, amiben ő ült előttem. És az Úristen. Tudjuk, nagyon is jól tudjuk, hogy a csomagolás a második legfontosabb dolog az ember életében. Hogy a legfontosabb alatt mindig ott lapul egy vulkánfiber koffer, amit majd ezzel a legfontosabbal kell teletölni. Vannak, akik azt mondják, hogy ami a legfontosabb, az nem csomagolható. Mások, hogy egyetlen alapcsomag van, a tiszta alsó és a fogkefele. Megint mások, hogy ahol csomagolni kell, ott nem is érdemes csomagolni, de mind a hármat cáfolom. Persze kétségtelenül vannak dolgok, amelyeket nem lehet se díszdobozba, se bőrönbe, se konténerbe tenni. Ilyesmi például az életünk. Egy egész életet becsomagolni lehetetlen,
már ha az Úristen nem segít. De ebben azért szabad segíteni. Mert ne higgyük, hogy az Úristen folyamatosan csodát tesz. Nem. Néha egészen hétköznapi dolgokat művel. Megadja annak az ezredesnek a telefonszámát, aki egy ezüst étkészletért plusz a mejzeniek el tud tüntetni egy nagyon kedvezőtlen dossziét. Engedélyez egy kivándorlási kérelmet, amit te nem igazán kértél. Sőt, olyan is van, hogy amikor már se a dossziétlanság, se az engedélyezettség nem segít, amikor már fél órája állsz a Prébe és Mihály Vitéz a sarkán, de még mindig nem tudod miért, egyszerűen odalép hozzád, lábujjhegyre áll és megcsókol. Ezért is hívják úgy, hogy gondviselő. Ráadásul, ha már annyira előre haladt az ügyed, hogy csomagolni kell, akkor abban is segít. Egyetlen novemberi reggel leforgása alatt összepakol mindent, amiről egy vámtiszt azt állítja, hogy nem csomagolható. Igaz, nem kofferbe vagy tehervagomba pakolja, hanem alig pár idegsejti gyűri össze az ideket. Akkora lesz az egész élet, mint egy preparátum a tárgylemez és fedőlemez között. Vagy még akkor, ha segít, ugye. De mondom, segít, csak nem csodákkal, hanem olyan egyszerű dolgokkal, mint az emlékezet. Másrészt az is igaz, hogy amit az Úristen egyszer becsomagolt, azt ember többé ki nem csomagolja soha. 20 éve történt, igen, kerek 20 esztendeje, hogy egyszer csak megjelent az Úr Marosvásárhelyen a Köteles Sámuel 8 előtt, de mivel nem csodát tett, még a szomszédok sem nagyon törődtek vele. Megkockáztatom, nem is látták. Én is csupán akkor vettem észre, hogy ott téblából a foszlóködben, a CFR feliratú konténer mellett, amikor Konstantin Popa, a megyei vámtiszt, már a harmadik kartondobozt is felnyitotta. Na, ez szépen itt marad, mondta a vámos az első darabra, ami a kezükébe került, és mintha csak lepre dobna egy tetemre, hogy ne zavarja az utcaképet, a csipketerítőt ledobta a járdaszélen korhadó akácavarra, nem tudtam felszabad-e venni. Végül úgy döntöttem, majd legfőjebb visszateszem. Alacsony, köpcös ember volt, valószínűleg amúgy egészen rendes, csak most épp dolgozott. Bemászott a konténerbe, hogy amíg kiürítjük a lakást, őt ne verje az eső. Aztán ott a bádogszoba fél homályában döntött el, mit lehet végérvényesen becsomagolni mindabból, amiről két hete két másik vámos már azt mondta, hogy csomagolható. Csupán ellenőrizni jött, elvégezni az utolsó simításokat, de már az első kartondobozban talált kivetni valót. Íme másfél négyzetméternyi csipke, igazított kávéfoltos ráadásul, és valamelyik karácsonykor, vagy valamelyik nagy árab szünet alatt egy gyertyától ki is égett, viszont mégiscsak kézi horgolású csipke, amire az államnak még szüksége lehet. A szemközti ablakból valaki hevesen integetett, hogy tegyen vissza gyorsan, nem szabad a vámost ingerelni, majd felveszem később, most már úgyis sáros. Még van egy fél nap az indulásig, a lyukra, a kávéfoltra és a helyzetre való tekintettel ő féláron, vagy inkább harmadáron átveszi. Na, ez szépen itt marad, mondta a vámos a harmadik doboznál, amikor megtalálta a takarót. Sima ágytakaró volt, igaz, kissé régi, a sarkokban fehér hímzésű keresztekkel, de mégiscsak egy sima takaró, amilyenekre a halottakat fektetik. A szomszéd megint intett, hogy ne, majd inkább később, mert most már tényleg láthatom, hogy nem szabad egy vámost ingerelni,
meg hogyha nem lyukas, és minden kereszt megvan, akkor ez teljes áron, mert még jól jöhet. Köszönöm. Valaki megőrzi ingyen, évekig intettem vissza az emeletre, de akkor már ott állt az Úristen, és ő is csomagolt. A korhadó akátszavarral kezdte, de persze azért betett a lyukas csipketerítőt, az összes nagy karácsonyi áramszünettel együtt, nehogy a végén bármi kárta menjen. A dobozokkal megvoltunk, a vámos a két rongyon, meg az olvasólámpán kívül sok mindent nem talált, amire az államnak még szüksége lehet. De aztán az olvasólámpát visszatette, és elvette inkább a gramofont. A szomszéd intett, hogy majd ő, én visszaintettem, hogy köszönöm, nem kell, az Úristen közben csomagolt. Olyan parányira csomagolta össze a törött rugójú zenegépet, hogy mellé fért egy egész világháború a dadogós orosszal együtt, aki dühében a mennyezetet citává lőtte, amikor kiderült, hogy nem lesz keringőzés nagyanyámmal, mert ez a vacak gramofon már 936 óta nem működik. Na, ez szépen itt marad, mondta a vámos egy-egy jobb darabra, amikor következtek a bútorok, bár az ember nehezen értette, mitől lett hirtelen nemzeti műkincs az az íróasztal, amiről pár hónapja már a házkutatók is megmondták, hogy az egész tárkormány úgy formailag, mint tartalmilag érdektelen, beleértve a dolltartót, tankönyveket, meg a rabrímes versikéket is. Jó, akkor ez maradhat, mondta az Úristennek, mert már azért is hálás voltam, hogy a szomszéd végre becsukta az ablakot, de ő az asztallal együtt már fel is pakolta az összes stoppolt könyökű privát mesét, hogy így az erdőszentgyörgyi rokonság, meg úgy az anyakirálynő, meg amúgy a radnai birtokok, mondom, a rozzant tárgyi bizonyítékkal együtt becsomagolt mindent, amit egy öregasszony nyugdíjtól nyugdíjig kitalált, pedig milyen nagyszerű alkalom lett volna az egészet a francba hagyni végre. Persze a vámos se volt vak, nagyon jól látta, hogy mi áll ott a járdaszélen, és hogy ami ott áll a járdaszélen, az valójában már nincs is ott. De nem mert rászólni az Úristenre, mert ahhoz pár vállalapra tűzött csillag azért még nagyon kevés. Kekeckedni persze, azért kekeckedett. Na, ez szépen itt maradt, mondta a tükörre, ágyra, könyvszekrényre, míg nem ott állt az őszi esőben, mint nemzeti műkincs, a féllakás. Az Úristen viszont egyre nehezebben viselte, hogy az akácnak támasztott nagy tükörben épp Dalmóciós Kodálya nézi magát. Na, ez szépen itt marad, mondta a vámos, aztán rátette a plombát a konténerre, de az Úristen csak most kezdett igazán belejönni. Hiába mondta, hogy ennyi már elég lesz, csak pakolta a többi kacat mellé az egész utcát, bolyai házastól, meg templomostól betette a vakok intézetét és a szülészetet, Dalóczi úr elázott Skodáját, meg a dohos díszletraktárat, és a fortyogó portással együtt az egész színművészetit. Mindjárt tél, és még nincsenek az útra szendvicsek, mondtam, de nem érdekelte, már a Bolyai utcát is csomagolta. Még a pincelakó bolondverát is betette, pedig tényleg rémes volt az a nő, ahogy naponta elszaplatott a kenyér volt előtt egy kanálisig, nájlon papucsban, zöld otthonkában, egy bádog vödörnyi vizelettel, hogy kijöntse. Mi lenne, ha legalább az az utca itt maradna, kérdeztem, de mintha nem is hallotta volna, szinte egy mozdulattal pakolta be az egész Borsos Tamást, pékséggel meg rendőrséggel együtt. Aztán a főteret a virágórával, pedig ilyen marhaságot igazán bárhol talál az ember, meg bárhol talál ismeretlen katonát is, inkább tegye be végre a trébeit, elvégre ez az én csomagom, mi az, hogy csak ne válogassak? Mi az, hogyha kell az íróasztal, akkor csak kelljen mellé a házkutatás?
Mi az, hogyha kell egy kurva takaró, akkor vigyem vele együtt a halottat? Mi az, hogyha annyira kell a trébej, akkor elfér mellette a Borsos Tamás? És mi az, hogyha nem kell a minden, akkor vigyek egyetlen fogkefét? Mondom, jól egymásnak estünk, de végül becsomagolt a vegyipari kombinátor a szőlőjeig szinte mindent. A vámos meg csak várt, hol az eget nézte, hol a puszta földet, és vigyorgott. Aztán aláíratott valami papírokat. Így történt, hogy végül nem maradt ott semmi. És ha a legfontosabb mégis ott maradt, az azért van, mert maga az Úristen se tudta, csak a vigyorgó vámos, hogy az a legfontosabb. Hát mind a kettőtök szövegéből és életrajzából kiderül, hogy mind a ketten tudjátok azt, hogy mit jelent becsomagolni egy életet, hogy attól a szavát kifejezését használja. Ennek minden lehetetlenségével és minden pokoljárásával, kínjával együtt azt szeretném elsőként tőled megkérdezni, hogy a haza fogalomban, tehát a hazához való viszonyodban milyen változást jelentett az emigráns lét? Tehát milyen változást jelentett az, hogy el kell otthonról menekülni? Well, I have to say when I the red song to get this subject, it's not very comfortable because it's not to me it's not very real subject today. And who can say, for example, me, any Chinese say I am a Chinese only? You know, China is my home. China. It's there, but who did not use anything, everything, a lot of things made in China and Chinese people everywhere, like we say. Well, so it's the home becoming a very fictional, almost like a lie, you know. And so if I, even I, you know, now traveling internationally and well, not me escaping from China, but the China chasing me and actually run much quicker than I did. I'm doing running, you know. So we are in the same world, and this world hugely mixture. And when I read Attila this text, I find this good Lord, God, or whatever, is almost like this globalization, or like money, or like the commercial, or like the spiritual crisis. It's attacking us, everybody, no one, even in the past, you know, thousand years ago. But history actually all packed in one, maybe, suitcase or container, you'll say. I like very much, I have to say. And in this case, so I think the home is where you realize the problem. Or home at the beginning is the one can give you real trouble, which is much deeper than other place can give to you. And among strangers, you get less trouble. Even you may be physically poor, but you get less trouble when you meet somebody you know you too well, you know. And then when today, not only you jump out from the over border, you can escape from this problem, you know, this selfish, the cynical attitude, it's everywhere, and you are not impossible to escape from there. But again, I think this nightmare feeling also gave a very powerful inspiration to our, you know, to challenge ourselves, to question ourselves. Not the trouble of a difficult situation, but how can you react it? That is your own possibility. So where I can feel the trouble, where I can
they say, deepen the questions and to react it. I feel that is my home. Tehát, ha jól értem a szavaidról, a haza egyfelől kína neked egy virtuális tér, másfelől pedig egy kiterjedt tér, amelyik mindenhol követ, amelyre jársz a világ. Exactly. I think that now we are in this, actually, if we talk this word of a home, we can say all this world, we are in the same reality, same quite hopeless situation. Therefore, every individual feel really kind of a powerless and homeless. But in this case, what we can do in poetry, not only write that as a kind of a small lyric to emotional, you know, just express a little bit of emotion or something. There are much more kind of a seriousness within it. And I think the poetry is represented that maybe the kind of a last stand or literature, let's say, to be the only opposition of this politically, commercially controlled world. And so yes, I have to say that it's back to what people say, where we can really deepen the questions to themselves, build up ourselves through writing. That's kind of all. Ezt a véleményt osztom. És természetesen más véleményt is osztom. Tehát azt gondolom, hogy nincsen recept. Tehát ez egy annyira személyes dolog, annyira személyre szabott, az ember saját lelkére szabott dolog, hogy nem léteznek ezen a téren receptek, tehát hogy minden lehet, hogy után fog hangzani, sőt az is lehet, hogy minden. Tehát hogy mindenfajta identitás, és most ilyen szempontból tökéletesen mindegy, hogy nemzeti identitás, vallási identitásról beszélünk. Tehát, hogy minden identitás egy picit úgy működik, mint egy neurózis. Tehát, hogyha valamilyen módon mederbe tudja tartani az ember, mint mondjuk itt a Dunát, akkor elképesztő energiák vannak benne, és fantasztikusan lehet építkezni belőle, abból az energiából. Ugyanannál a folyónál, vagy neurózisnál, hogyha elszakad a behát, akkor úszik minden. Tehát adott esetben átcsap pszichózisba, és attól meg aztán az Úristen érizem meg mindenkit. Azért mondom, hogy ez az ember életében mikor, hogyan alakul, vannak olyan mondatok, amelyek itt és most ebben a pillanatban kétségbe vonhatatlan igazán, de könnyen lehet, hogy egy másik élethelyzetben másképpen definiálja az ember önmagát. Mert ugye minden identitás az öndefiniálásról szól, tehát valamihez képest meghatározom saját magam, a saját hovatartozásomat. És könnyen lehet, hogy egy olyan élethelyzetbe kerülök, ahol mások a visszanyitási pontok, és másképpen vagyok kénytelen meghatározni önmagam. De teljesen nyilvánvaló, hogy másképpen határozom meg magam otthon Erdélyben, itthon Budapesten, és akkor már is van két darab otthon, és hát, hogyha belegondolok, akkor én már jóval több, mint az eddigi életemnek a felét itt éltem le Budapesten. És hogyha ennyi idő alatt nem tudta felülírni az erdélyi otthonságot, akkor eléggé valószínű, hogy a Gödörig nem fogja felülírni. Tehát, hogy valahogy ott lesz mind a kettő. De olyan recept, ami általános érvényű lenne, és rád is ugyanúgy érvényes, mint rám, vagy bárki lenne a teremben, azt gondolom, hogy ilyen nincsen. Arra vonatkozott a kérdésem mindkettőtöknél, hogy az életmód és a lakhely változás mit hozott az identitás területén, miben módosult, de részben megválaszoltad, hogyha még akarsz valamit hozzámondani, akkor meghallgatom, de
De hát tudod, nem gondos. Actually, we talk about the home, but actually also talk about like root, you know. Well, I have to say the home is not the where we our so-called root have been given, you know, like where you were born, you were grown up, you are among those relatives or native speakers. My very personal experience was when I actually after more than 1 year time in short solitude, I moved to London and settled in this place called Stock Newington, even not so many Londoners know. After 4 or 5 years I've been living there, and one again November evening, and I stood at the window and in the kitchen and look outside, and I feel that I was looking for something. And then I realized that I was looking for, there was an apple tree and there was one branch, and I was looking for the last apple hung on that branch. And there was a last apple hung there. And there was suddenly a kind of a shock inside of me, a little earthquake. I thought, wow, if I already feel, you know, every year at this branch, there must be a last apple. And this place must have some special link with me. But what is that? You know, can I feel this is my local? Actually, this flat is my home, but it's so weird to gain a kind of a new local from a foreign country, you know, like that. And this strange, deep shock made me wrote actually a whole collection called the Lee Valley Poems, which is Lee Valley is this place in London near my home, and I walk there all the time. And I try to use the images as local as possible. I wanted Londoners, and also realize the London, but through my eyes and my pen. And then the good feeling is, the more poems, the images are local, actually the more this international journey, this quite, let's say, the painful exiled experience have been expressed very clearly, even much more clear than the general talk. Then I back to this, the home is where you can grow the root into the soil, not, you know, being given. And then with this concept, every journey is internal journey, everywhere we must grow this root. Gyönyörű volt valóban, és ez a kép is az utolsó alma, nagyon fontos és szemléletes költői kép valóban. Nálad pedig a medelben tartott identitás megfogalmazás vagy kifejezés volt számomra nagyon, nagyon fontos. Pont most Magyarországon, amikor felerősödik újra az irodalomban is, vagy az irodalom szerepével kapcsolatban az az igény, hogy egy nemzeti narratívát kell képviselnie. Akkor hogy látjátok, tehát itt ugye terméketlen évtizedeken át folyó viták voltak Magyarországon és egyáltalán a térségben, hogy az irodalomnak mennyire kell közösségi gondokat felvállalni és társadalmi kérdésekre reflektálnia. És most, amikor ennek most megint olyan értelemben aktualitása van, hogy a magyar irodalom és a költészet a sok szempontból politikai nyomásra vagy politikai szándékokból újra ideológikus kezd lenni, akkor megkérdeznélek benneteket, akik nagyon nem így gondoljátok, hogy kell-e egyáltalán az irodalomnak ilyenfajta léthelyzetekben mennyire kell felvállalnia olyan fajta társadalmi
közösségi kérdéseket, amelyek egyébként nem lennének feladatai, mert egyébként az almafáról szólna a vers. Well, I'd like to say, maybe you'll say fast. Hát ez egy ilyen nagyon kényes dolog, hogy mi az irodalom dolga. Tehát, hogyha ezt nekem valaki megmondja, akkor nagyon hálás leszek. Itt Magyarországon, és azt mondom, hogy nem csak Magyarországon, hanem általában Közép- és Kelet-Európában, tehát a 90-es évek legelején, tehát a nagy váltás idején, hanem is mindenki, de nagyon sokan fellélegeztek, hogy most megszabadul az irodalom attól a kolonctól, amit az itteni létforma rápakolt, tehát mostantól alanyban és állítmány. Aztán kiderült, hogy ez nem ennyire egyszerű. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy ez így működik. Egyáltalán nem biztos, hogy véletlenül írta meg mondjuk István Kemény István a búcsú levelet. Nem véletlenül, hogy minden oldalon valamilyen módon átpolitizálódik az irodalom. Nemzeti irodalom. Én szerintem egy nemzeti irodalmat írok az oldalon. Normally, when people withdraw themselves into a kind of a collective notion, like a nation or language or this kind of thing, partly or mainly, I think, because of kind of a nervousness, which is challenging and pressure, come from kind of outside. Therefore, actually, it's the withdrawal, but actually give up. The individual, let's say, resistance like that. Well, in Chinese, it's the same. Even now, China, let's say, economically very international, and the productions everywhere, and the business hugely. But on the other side, even when the world got so close, so near, but near and close does not mean understanding. That actually makes people feel even more nervous. That's why the nationalist idea, in China too. On one side, they dream for Mercedes-Benz, maybe BMW or something like that. But on the other side, China, China, China. But what China is? That's nobody really questioned that. Actually, classically, there was almost no notion of China. There was dynasties. And the dynasty, the different emperors, different dynasties, do not recognize another dynasty. I am not a Chinese, I am a Qing dynasty emperor. Like Attila, or my grandmother was a Mongolian, so we were dynasty. That's one point. And the other important Chinese argument, but we have a language, the Chinese language. True, the language has been exist for 3,300 years, exactly. But the problem is, we did this beautiful project with Slovenian poets, which is called a writing in dialect. And in my idea, that is the elephant to learn how to write from the little mouse. Because Slovenia, with 2 million people, they have a 2 or 3 writing language based on the dialects. China, more than a billion Chinese, 1 writing language, Mandarin. And doesn't matter. In the past, maybe this unified language has played important roles. But with this global context, we can see a big hole or big gap within all everyone's individual world, which is between the so-called national and the personal, the real local root.
the real local link between the local cultural life, history, nature, and language, and that it's in the middle level, it's a big hole. And with this, the central power, the centralized power, the central kind of control, it was deeply rooted in the language, therefore in the subconsciousness. So the writing in dialect is building up that layer of awareness, but also deconstruct that kind of essential controlled language. And so this is a poetical subject, but of course with a political purpose. But again, finally, that will making the everyone's mind richer, and also the literary writing, you know. So in this case, I don't want to just simply deny or against the idea of nation. I love, you know, China, and again, I think I agree with that. You know, we as an individual writer, we represent the individual thinking of a nation or of a language, but that is not enough. We actually also challenge it. We challenge that from the individual mind. And the language too, you know, there was nothing but the poetry represent this extreme challenge to the limits of the language. So I actually denied that I write in Chinese. Even people say I'm Chinese, but I say, sorry, I don't use the common Chinese. You know, there is not anything called common Chinese. I invent my language, every sentence, I try to pushing on the border of the language. So that's finally, it's my own language. And so it, in that case, I think there is no place where we just can put this the idea of this just nationalism or something stable. Ez számomra nagyon szimpatikus gondolat, és csak azért rekeztem be a nyilvános részét, mert nem megcsúsztunk időbe, hogy tudjanak még önök beszélgetni a vendégeinkkel tovább. Egy utolsó záró kérdést azért megkérdeznék Attilától a terveit illetően, hogy van-e még szerinted dolgod íróként ebből az otthonnal és itthonnal? Tehát ez egy olyan program-e, vagy olyan dolog-e az életedben, amivel élethosszígan dolog van? Tehát konkrét tervek szintjén kérdezném, hogy készülök valami. Terveim ugyanúgy nincsenek, ahogy eddig sem voltak soha. Tehát, hogy nem, tehát nincsen program ilyen szempontból, de ahogy eddig ezzel küzdöttem, hogy valószínűleg tartom, hogy ezután is ezzel fogok küzdeni valamilyen módon. Egy záró kérdés hozzá, hogy fontosabb bármilyen szempontból az, hogy ez a költészet, mint ellenállás, az a nyelv, mint ellenállás, ennek az eredménye, Kínába, a kínai olvasókhoz visszajusson. Hát ez fontos a számodra, és van-e valamiféle visszajelzésed el? Yes, I have to say, I have that. And in that case, you know, from 1989 until 1999, for 10 years, I almost never published anything there, but I keep my this journey. Well, in my own words, watching this show is where we watch ourselves set sail, you know. And I wrote that line in 1993, and that line made me understood, okay, I can continue in the West, because all journeys actually are part of internal journey. And so after 10 years of writings, finally there was three big volumes published in China again. People there was shocked, and they said, well, after all this, you know, commercial time, nobody write poetry like this. And so suddenly they feel
someone so far away, but hold this kind of standard at least this extreme ending, and therefore the quite big group of younger poets, you know, feeling, you know, somehow being supported, and now we talk about this. We did start another international, but Chinese Poetry Prize happened on internet, and since the prize launched in July this year, within 2 months there was about 30,000 poems have been sent to the website, and quite many of them with a really good quality. That means immediately we realized those people have been writing for a long time. They are not at their beginning moment. You know, they pass their own prehistory time. So with this the way, the stage, and they feel this kind of a rather pure energy within this confused culture have been gathered. So in this case, I think there was very, seems we talk about a very individual, very personal way, but in the deep sense, it's of course pushing the whole cultural transformation huge. Köszönöm szépen, ennél elvesztem.